Nagy az érdeklődés, ennek én nagyon örülök, mert számomra kettős üzenete van. Az egyik, hogy az emberek minden gondjuk és bajuk mellett és ellenére nem veszítették el a közélet iránti érdeklődésüket. A másik, hogy hitelesnek tartják a rendezvény sorozat 17. évében is a kész kerekasztalt. Itt Pakson is sokadik alkalommal, talán 5. alkalommal vagyok. Ez bizonyítja, hogy előre nagyon hamar elkeltek a kerekasztal beszélgetések helyszínei, már 2014-re is, tette hozzá Lanzendorfer Erzsébet, és az is, hogy a sorozat paksi állomásán is nagy számú érdeklődő várta a vendégeket. Rogán Antallal, Fónagy Jánossal és Mráz Ágostonnal az elnök asszony beszélgetett, majd a rendezvény résztvevőinek kérdéseire válaszoltak a politikusok. Szó esett többek között az önkormányzatok adósságátvállalásáról, mely egy 600 milliárd forintos kormányzati program, és a közösségi közlekedés átalakításáról, mely egységes tarifa és kedvezményrendszert biztosít egyebek mellett a MÁV és a Volán járatain. A fő téma a rezsicsökkentés volt. A polgári kormány volt az első Magyarországon, amelyik ilyen lépésre elszánta magát. Ha emlékeznek, mi 98 és 2002 között is eltökéltek voltunk rezsiügyben, akkor nem engedtük például az infláció fölötti mértékben emelkedni a gázárát. Most pedig azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag vissza kell adni legalább egy részét az embereknek annak a indokolatlan áremelésnek, ami 2002 és 2010 között következett be. Az emberek, a családok, és hát nem utolsó sorban a gazdaság lényegét meghatározó szolgáltatások, ezek közszolgáltatások, az elektromos áram, a gáz, a villany, a csatorna, a személyszállítás, ezek olyan közszolgáltatások, amelyeket nem lehet a piac végleges, esetenként végleges hatásának kitenni, ez hatörik, ha szakad. Biztosítani kell méghozzá az emberek számára elérhető áron. Ilyen döntések a nehéz sorsú, vagy még tágabb értelemben az alsó középosztályhoz tartozó magyar emberek védelme is jellemezte a jelenlegi kormányzati ciklust. Azt hiszem ennek köszönhető az, hogy minden korábbi politika történeti párhuzammal ellentétben a ciklus közepén is, és a ciklus harmadik évében is a legnagyobb párt a kormánypárt. Paks meghatározó az energiatermelés szempontjából. Az atomerőmű az ország áramellátásának több mint 40%-át biztosítja a legolcsóbb áron, hangzott el a rendezvényen. Jó ütemben haladnak a kapacitás bővítéssel és az új blokkok építésével kapcsolatos munkák, folynak a beruházás előkészítő tárgyalásai, a kormány minden lehetséges építővel felvette a kapcsolatot, tájékoztatott Fónagy János. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt is elmondta, hogy reményei szerint a következő hónapokban már a megvalósítás ütemezéséről tájékoztatnak.